Tisztelettel köszöntöm Önöket. Egy nagyon érdekes kérdésről szeretnék röviden beszélni, ami nem más, mint nagyon sok telefont kapnak kollégáim, illetve jó magam is, hogy 5 pontos biztonsági zárral van-e szerelve az ajtó. Rossz hírem van, olyan, hogy 5 pontos biztonsági zár nincs. Ezt szögezzük le az elején. Olyan van, hogy 5 pontos rúdzár, és olyan is van, hogy biztonsági, mondjuk csapos, zár. Oké? Tehát ez 2 különbség. Az egyik az egy kilincs működtetésű 5 ponton, tehát 4 plusz 1 ponton záródó szerkezetről beszélünk, a másik pedig egy olyan acéltüskés megoldásról, amikor az ajtószányba lévő tüske 2 kötőjel 2,5 centire a tokba bezáródik. Ez a Kömerling futur ajtónak a Mabisz minősítését jelenti. Pontosabban Mabisz minősített a kétcsapos zártestje. Oké? Tehát olyan, ha olyat hall valamelyik kereskedés, vagy a mi ajtónk 5 pontos biztonsági zárat tud, akkor ez így ebben a formában nem igaz, hanem ebből az az igaz, hogy egy 5 ponton záródó ajtórúdzárral van szerelve az ajtó, ami adja az ajtónak, az ajtószárnak a tokhoz való felfekvését, ráfeszülését. Oké? A biztonsági zár, mint a Kömerling futur ajtói, abba különbözik, hogy nem egy rúdzár van benne, ami 4 plusz 1 ponton záródik, hanem 2 nagy acéltüske 2 kötőjel 2,5 centire a tokba belesüllyed, ugyebár ez egy betörés elleni védelmet biztosít. Nem oldja meg a problémákat, semmelyik Mabisz minősítés. Van, valamelyik videómban beszéltem már a VK1, VK2, egész a VK5-ig történő szabványos betörésvédelmi szintekről. Valójában a VK1-es szint az is 3 percet biztosít, tehát 3 percig nem tud a külső idegen betolakodó a lakásunkba jutni. Természetesen a rossz hír az, hogy minden szerkezet feltörhető. Egy nagyon fontos dolog van, az idő. Mennyi idő alatt? Jó, eljutottunk már egy másik témához, ami tulajdonképpen egy másik videónak lesz majd egy nagyon érdekes témája. Tehát még egyszer, bejárati ajtó tekintetében van 5 pontos rúdzár, és van például a Kömerling futur ajtónak a 2 csapos zára. Jó? Tehát röviden, tömören ennyit. Bízom benne, hogy egy picit ebbe az erdőbe tudtam Önöket kalauzolni. További jó ajtóvásárlást kívánok Önöknek!